Elindultam szép hazámból. Magyarok a nagyvilágban. Átlátta a pénzügyeket, nagy pográt. 43 évnyi nyugatra szakadás után a piacgazdaságot jól, a kommunista parancsgazdaságot elég jól ismerő közgazdász hazatér, hogy szakmailag segítse az átállást a másodikról az elsőre. Szolgálatára az egymást követő kormányok nem tartanak igényt. Így a kispadról nézi végig a váltást. Ezt a parancsgazdaságot nem ismerő nemzetközi valuta alap irányítása alatt a Világbank segítségével a piacgazdaságot nem ismerő magyarországi szakértők bonyolítják le. Ez áll Nagy Pongrác a gazdasági rendszerváltás a kispadról című művéről készült összefoglalóban. És ebben talán benne is van minden. Nagy Pongrác 1925-ben született. A cisztercieknél érettségizett, majd a Pécsi Egyetemen doktorált államtudományból. A 40-es évek második felében volt bányász, napszámos, kubikus. Rákosi alatt Franciaországba emigrált, ahol jogi tanulmányai mellett volt autógyári munkás és komornyik. Közgazdasági diplomáját már a London School of Economics and Political Sciences-en szerezte. Az 50-es években lett az OECD közgazdásza Párizsban, dolgozott amerikai bankoknál, valamint a Nemzetközi Valuta Alap és az ENSZ gazdasági tanácsadójaként Afrikában. Szakkönyvei közgazdasági alapművek, egyetemi tankönyvek, publikációi hivatkozási alapnak számítanak a szakmában. Nagy Pongrác a rendszerváltás után tért haza, és 2015-ben 90 esztendős korában halt meg. A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.